négy ország 33 résztvevőjével és két romániai facilitátor közreműködésével szerveztek ifjúsági csereprogramot Székelyhídon július 26-a és augusztus 5-e között a magyar, olasz, spanyol és romániai résztvevők az Érhangja Egyesület nyertes pályázatának részeként vehettek részt a The Media Maze Know It, Use It elnevezésű tíznapos projekten, amelyet az Érhangja Egyesület gondozásában, valamint az Európai Unió Erasmus Plus ifjúsági csereprogramjának támogatásával valósult meg. Az angol nyelvű tevékenységeket a szervezők minden nap két nagyobb részre osztották, egy intenzívebb délelőttire, ahol a projekt témájához szorosan kapcsolódó elméleti gyakorlati előadások és foglalkozások zajlottak, és egy délutáni elmélyítőbb blokkra, ami szintén a délelőtti kérdéskörhöz kapcsolódott, viszont sokkal gyakorlatiasabb, játékosabb módon történt mindez. Ez az ifjúsági csereprogram azért lett kitalálva, hogy a fiatalok próbáljunk meg eligazodni egy kicsit a média útvesztőjébe, és a média alatt pedig mindent értünk, ami a mostani digitális médiával kapcsolatos, úgy mint a közösségi média, úgy mint a tévé, úgy mint az újság, úgy mint az álhírek. Úgy építettük fel a programot, hogy nagyon sok lehetősége legyen a fiataloknak arra, hogy ők saját maguk tapasztalják és próbáljanak ki különböző felületeket használni, illetve nézzék azt, hogy hogyan működnek azok a dolgok, amiket digitálisan használnak, hogyan működnek a való világban. Olyan foglalkozásokat találtunk ki, mint például blogírás, podcast, tévé, fotózás, illetve van egy olyan érdekes gyakorlatunk, hogy kiküldtük őket a piacra, fotózzanak, vagy készítsenek rövid videókat, és mögé rakjanak olyan híreket, olyan sztorit találjanak ki mögé, ami nem igaz. Az internet rohamos fejlődésével és elterjedésével a felhasználók a különböző csatornákon rengeteg információval találkozhatnak, ezen információk azonban gyakran félrevezetők, a fiatal generáció tagjait, akik a legtöbb időt töltik a közösségi média felületein, legtöbbször nem tanítják meg az internet tudatos használatára. Azért tartottuk fontosnak egy ilyen Erasmus témájú ifjúsági csere megszervezését, mert az Érhangja Egyesület ugye TV, rádió és podcast csatornát működtet, és a mindennapi munkánkban látjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy az internet használata életkortól függetlenül, vagy az internet használatának veszélyei mennyire határozzák meg, vagy befolyásolhatják az életünket. Azért gondoltunk egy ilyen típusú, ilyen témájú ifjúsági cserére is. A csereprogram ideje alatt a facilitátorok segítségével olyan témákat jártak körül a résztvevők, mint a digitális készségek és az álhírek felismerése, az online terjesztett információk szűrése, oktatási módszerek, illetve nem formális módszerek segítségével, az emberi jogok védelme az interneten, a közösségi média tudatos használatával kapcsolatos ismeretek hiánya, a cyberbullying és az álhírek, multikulturalizmus, a tolerancia, az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség előremozdítása, valamint az új hagyományok és kultúrák felfedezése a fiatalok körében. Azért választottam ezt a projektet, mert szeretnék új emberekkel megismerkedni, új kultúrákba beletekinteni és kapcsolatokat kiépíteni. How is going? Én azt hiszem, hogy nagyon jó úton haladunk afelé, hogy ezek mind megvalósuljanak és kibővítsük ezeket a dolgokat. Learn some Spanish words or maybe Italian words. Mivel a többnapos program közös nevezője a média volt, ezért a fiataloknak alkalmuk nyílt birtokba venni az Érhangja Média csoport stúdióját is, ahol számos új információval gazdagodtak. A média csapat munkatársainak segítségével megismerkedtek a kamera használatával, a podcast és interjúkészítés, valamint a hírgyártás és a blogcikkírás fortéjaival. Az elméleti bevezető után a gyakorlatban is kipróbálták a tanultakat,
több nyelven készítettek podcast adásokat, interjúkat és blogcikkeket. Ezt a tudást a későbbiekben is használniuk kellett, ugyanis egy másik gyakorlat során rövid, kétperces tanulságos videókat kellett készíteni négy előre megszabott témáról. We were not playing a game. I'm afraid of him. He's a not a good guy. And he was catching me. We are not just playing games. A tíznapos esemény végéhez közeledve a résztvevők egy olyan brosúrát állítottak össze, amely felhívja a figyelmet a közösségi média veszélyeire és annak tudatos használatára. Miután az elkészült prospektusokat szétosztották a helyi járókelőknek, a fiatalok bemutatták a helyieknek munkájuk eredményét, hogy felhívják a figyelmet az interneten napi szinten megtalálható kockázatokra. I discovered this project scrolling down on TikTok. And yeah, and I thought that it could be a great experience to know more people, improve my English skills, and now I'm here. I really like it. I think the activities are very funny, the people is fantastic, and I don't know, I would like to do more projects because this one is my first one, so I'm really happy. A friend of mine talks me about this project like 2 years, like this kind of project like 2 years ago, and I was like, whoa, it's they are fantastic projects. So I never had the courage to go in the project, but this year I just said, come on, let's go. A projekt ideje alatt a munka és a tanulás mellett természetesen a szórakozásra és egymás kultúrájának megismerésére is jutott idő. A nemzeti esteken a négy ország tagjai bemutatták hazájuk turisztikai látványosságait, kulturális örökségeit, a nemzetükre jellemző érdekességeket, valamint spanyol, olasz, román és magyar finomságokat kóstolhattak meg, illetve megtanulhattak néhányat az egyszerűbb táncokból. A tíznapos esemény résztvevői számos átfogó, nem formális és informális tanulási tevékenységen vettek részt, így munkájuk eredményeként valamennyien Európa szerte elismert YouthPass tanúsítványt kaptak, mely a későbbiekben akár a szakmai pályájukon is hasznos lehet.